Ezeket a finom ételeket az ukrán nemzetiségi önkormányzat képviselői készítették vasárnap délelőtt a Sóstói Múzeumfaluban. Az üstben közben borcsleves készült, a főzés igazi csapatmunka volt ezen a portán. A hagyomány szerint a pampuskát leggyakrabban a borcs, az ikonikus ukrán céklaleves mellé tálalják, így a múzeumfaluba érkező vendégek is így kóstolhatták meg, ezúttal fokhagymás ízesítéssel. Itt pedig már a Bihari Népművészeti Egyesület tagjai készítik a finom fogásokat. A szomszéd vármegyéből már szinte hazajárnak a Sóstói Múzeumfaluba. A gasztrorendezvényeken szívesen kínálják ételeiket. Ezúttal Pásztor Tarhonya hússal gazdagítva és dübbencs készült náluk. Utóbbi hajdúsági ételt kaprosan és fokhagymásan készítették. Biharból jöttünk, és a Biharnak nem sok étele van, de ez a kettő az. És szerettük volna megmutatni a nagy közönségnek, hogy Biharban is vannak jó ételek. A népi mesterségek is bemutatkoznak a múzeumfalu rendezvényein. Többek között a kosárfonás lépéseit testközelből láthatták az érdeklődők, Szatmári Ferenc népi iparművésznek köszönhetően, aki szebbnél szebb kosarakkal érkezett a skanzenbe. Van, akinek egy kosár elkészítéséhez, például egy ilyen kerek bollár kosár elkészítéshez elég hármat, négyet megcsinálni egymás után, és benne van a kezébe. Van, akinek 30-at kell, de mikor már tudja, benne van a kezébe. Senki nem kérdezi meg, hogy hanyadik után tud ilyen szépet csinálni, és ez a lényeg. Vasárnap 18 csapat várta bőválasztékkal a vendégeket, akik számos káposztásételt, különböző édességeket és házias leveseket is megkóstolhattak. Bemutatják azt az etnikai sokszínűséget, amit Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képvisel. Itt van velünk az ukrán nemzetiségi önkormányzat, a német nemzetiségi önkormányzat. Kárpátaljai magyarok ruszinokkal karöltve érkeztek a Sóstói Múzeumfaluba, és főznek, készítik a finomságokat, ami az ő falusi életmódjukat mutatja be. És hát fontos volt az, hogy a Szatmár, a Bereg, a nyíri mezőség, a nyírség is megmutassa magát. Kitekintünk egy kicsit a hajdúságra, és a Szentendrei testvérmúzeumok, a Nagy Skanzen is hozott egy nagyon finom édességet a múzeumfaluba. A Molnár felesége néhány egyszerű alapanyagból készítette ezt a finom desszertet, amit most a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum csapata hozott el Nyíregyházára. Amiatt gondoltunk erre az ételre, mert egy nagyon egyszerű alapanyag kell hozzá, liszt, víz és só maga a tésztának az alapja, ki kell gyúrni egy tálba, ki kell szaggatni pici gombócokat, formázni és forró vízbe kifőzni, pirított zsemlemorzsába meg kell forgatni, és különböző feltétel lehet kínálni, almalekvárt hoztunk, ami szintén ott készült nálunk a skanzenben, és édes tejfölt kínálunk még hozzá. A nyíregyházi vendégek meglepődtek, hogy lisztből, vízből és sóból ilyen finom gombóc készülhet. Több érdeklődő is végignézte a desszert elkészítését. A zsűrinek is elnyerte a tetszését az étel, a Molnár gombóc kapta a legfinomabb édességdíját. A szakmai bírákból álló háromfős csapat egész nap járta a portákat, hogy végül meghozza a döntését. Több szempontot is vizsgáltak, így több kategóriában jutalmazták a csapatokat, például a legjobb tálalás és a legszebb porta is elismerést kapott. Biztos, hogy először is az ízek a fontosak. Lehet, hogy néha nem úgy sikerül valamit tálalni, de szerintem az is hozzájárul ahhoz, hogy egy étel különlegességét megmutassuk azzal, hogy kínáljuk és tálaljuk. Nem hiszem, hogy ennyire befolyásolna minket, hogyha valaminek jó íze van és nagyon szőrszál hasogatók lennénk, de szerintem azért erre is oda fogunk figyelni, hogy egy autentikus étel hogyan jelenik meg az asztalon és hogyan jelenik meg a tányéron is. A Sóstói Múzeumfalu ezzel a vasárnapi programmal le is zárta a gasztrorendezvények sorát. Úgy gondolják, már sok kihívójuk akadt, és meg kell újulniuk. Így fogalmazott Balogh Nészű Zsuzsanna múzeumigazgató.